levegőt sem kaptam. Porta, tiszta por volt a fogom, alul felül. Én reggel fölállítom és egész nap áll. Jó maga, amikor megláttam először az első népzenészeket, akkor mondtam, hogy na ezt. Szerintem se szólt, ami nagyon, nagyon külön a dolog. Ott egy kicsit attól félek. Hallok mindenkit. Nem hallok senkit, hallok. Kellett volna most szóljál. Én most már téged nagyon jól hallak, mert felhúzták. Nem baj, hogy nem baj, hogy figyelj, annál jobban. Főpróbán mégis. Vajon ezt vissza tudjuk nézni, ami most volt a próból? Nem hiszem, hogy felvették. Miről szólt az a beszélgetés? Mert te nem hallod őt, ő nem hall téged, kicsit avassátok be a nézőket. Mit kell hallani? Leginkább arra szól, hogy most hogy is lesz itt a történet. Hangosítás, meg a fények, beállás, meg minden, mert az igazság, hogy ez stúdió, és másképp halljuk egymást, mint egy kis terembe, és akkor ezért most egy kicsit beszélgetjük, hogy ki hogy hallja a másikat, hogy minden rendben legyen színpadon, ne legyenek ilyen problémák, hogy esetleg emiatt késünk, vagy elrontjuk. Honnan jöttetek? Ki mutatja be néhány szóval a zenekar? Kolozsvárról jöttünk, mi vagyunk a Tókos zenekar, és mindannyian a Kolozsvári Zeneakadémiának a hallgatói vagyunk, illetve voltunk. A zenekar 2011-ben alakult, és Kolozsvár és környékének a muzsikáját, népzenéjét játsszuk, illetve Kolozsvár és környékének a tánctáboraiba szoktunk járni, akár fogadott zenészekként, akár csak látogatóként szórakozunk. Nagyjából mindenki tánccal kezdte, először abba kóstolt be ilyen tánctáborokba, így beléptünk, aztán onnantól kezdve, hogy klasszikus zenészek voltunk, jó maga, amikor megláttam először az első népzenészeket, akkor mondtam, hogy na ezt akarom én is, és akkor innen később elindult az, hogy egyszer megfogtam a hangszert és megpróbáltam muzsikálni, aztán meg találkoztam, és akkor azóta már egymással küzdünk meg a minden nehézséget. Össze kell hangolódni, mert minden zene és minden primás más, minden táncos más, és akkor az ő tempójára kell hangolódni. És akkor ezt... Mert minden megváltozik, ha egy tempó... Értem is az elején, csak már végén nem tudtam rá odafigyelni. Igen, de ugye te vagy ott, bármikor leállítod, a zenét olyannál kell, úgy kell húznia, ahogy régen is volt, ahogy a te tempód megkívánja. Gömöri, lassú és fésztyárdást táncoltunk. Hát ez nagyon durva, nagyon nagy por van fent. Ne erre beszélj, hanem arra. Szóval mi volt a kérdés? De beszéljünk a porról, mert azért, ja. Amit kiszert a szert teljesen. Igen, tehát, hogy akkor porzik a színpad. Szállt a por, szerintem azt nem láttam, hogy mikor int a szerkesztő, vagy nem tudom ki volt ő. Aztán már levegőt sem kaptam a portal, tiszta por volt, a fogom alul felül, nyelvem mindenhol por volt. Azért sokkal lazábbak vagyunk egy szimpla színpadon, vagy egy táncházba, de most itt belinkált a görcs rendesen. Mindig mondják, hogy a téma szembe jön az utcán. Én egyszer forgattam Magyarország Bajusz királyával, és azért ön sincs tőle nagyon messze. Ha néhány szót erről a szép férfi ékszerről beszélne nekünk, akkor azt megköszönöm. Menj kell vele törődni, mióta növeszti, és a többi, és a többi. Legutoljára 1992-ben volt csupasz az orrom alja, és megmondom őszintén, soha nem gondoltam, hogy ennyire meg tudom növeszteni, vagy hogy ennyire megnől a bajuszom, mert 22 évesen borotválkoztam először. Úgyhogy a bajusz versenyre már kaptam én is meghívást, hogy menjek el. Sajnos eddig még nem sikerült, mert mindig volt valami programunk, ami közbe jött, pedig szívesen elmennék oda is, és megnézném, vagy esetleg neveznék is. Mennyire macerás kezelni, ápolni ezt a bajuszt?
Én... Nekem nincs vele különösebb macera, én reggel fölállítom és egész nap áll. Anyámról mondanék először, hogy nagyon jó gyerekkorom volt. Nagyon baró gyerekkorom volt. Anyámnak köszönöm. Anyámnak. 12 kamerával dolgozunk, és akkor megcsináljuk a hangpróbát, előkészítjük akkor hozzá a színeket, leosztjuk kamerára, milyen mozgásokat alkalmazunk. Aztán jön Batyu bácsi, akkor a koreográfiát, ahol tánc van, akkor egy koreográfussal együtt tesszük fel kameraképre. Vannak bizonyos szituációk, amikor egyben kell látni dolgokat, helyzeteket, koreográfiát, akkor figyelünk, hogy az egyben látszódjon. Tehát maximálisan megpróbáljuk kiszolgálni, ne ilyen öncélú dolog legyen, hanem a műfajnak feleljünk meg. De természetesen a maguk módját szeretném belecsalni azért egy-két színt, egy kis derűt, hogy azért ne is vigyük el a klipes műfajba, de azért a nádfüggönytől azért már picit rugaszkodjunk el. Ez a kábelek, ha valamelyiket kihúznám, akkor nagyon nagy baj történne. Figyelj csak, el tudsz menni a projektor háta mögé, bújj el? Onnan szembe állsz jobb oldalt, és onnan a fiú háta mögül letámadni, és szalonáig közén... Igen. Ilyen hátsó ancsitből megtámadjuk, amikor megállsz, akkor egy szaladásba. Más, mint egy felvett montírozott adás. Tudat alatt, hogy tudják a fellépők, ma a készítők, ez egy montírozott, hibázol, akkor lehet javítani. Itt is lehet hibázni, mert emberek vagyunk, előfordulhat, meg elő is fordul, de más a slungja az egésznek. De itt a lefelé lába nagyon kell nekünk, akkor... Egész a butól bezolik a... Főleg ez a rámozgás jó a tízesen, igen, nem az elkrán, inkább a rá. Mennyire kell téged nyugton hagyni mondjuk élőadás közben Kázsmér Kálmánt, a rendezőt, akkor megszűnik a külvilág, és csak ezek a monitorok vannak a fejedben? Én nagyon nyugodt vagyok, érted? Nagyon nyugodt, érted, hogy nagyon nyugodt vagyok?